20 darab pályamunka érkezett be Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatra. A város polgármestere, valamint a bíráló bizottság tagjai közösen bontották fel, és ellenőrizték a borítékok tartalmát. Az látható, hogy némelyik munka belelapozva nagyon komoly háttértanulmányt igényelt, nagyon-nagyon sok kutatást igényelt, tehát ebből a szempontból elsőre nagyon pozitív a benyomás az embernek. Én nagyon szeretném, hogyha minél több olyan munkával találkoznánk, pályamunkával találkoznánk, amelyet akár a később évben publikálni lehet, megírni, egy kis füzetet kiadni. A bizottság a legjobb alkotások készítőit a következő fordulóban egy prezentációra hívja vissza. Erre azért van szükség, hogy felmérjék, ki mennyi munkát fektetett a kutatásba. Az igazi verseny, az igazi izgalom most indul, hiszen itt lesz egy pontozásos bírálat, és utána pedig majd egy nyilvános prezentáció a legjobb munkák, legjobb anyagok írói részéről, ahol várjuk a közönséget, ahol kérdéseket lehet föltenni, amire rögtön válaszolni is lehet annak, aki ezekkel a feladatokkal foglalkozott, és szerintem az lesz a csúcsa ennek a történetnek, és nem utolsó sorban majd a város napján a díjátadás. A három témakörben arányosan érkeztek pályamunkák, a legtöbb alkotás mégis a neves sátoraljaújhelyiek életútjának témakörében született. Több neves személyiségről van szó. Nekem a legkedvesebb, amit láttam, nem tudom ki írta, a jeligéjét láttam, ilyenről, tehát nem a legismertebbekről, és ez szerencsés, tehát nem Kossuth Lajosról vagy Kazinczy Ferencről, akiről úgy mond mindenki tud, hogy Újhelyhez kötődik, de egyet hadd említsek meg, egy Dókus Gyula, aki Zemplén vármegye alispánja volt, és hát, hogy mondjam, ismereteim szerint Sátoraljaújhelyér is a legtöbbet tette az alispánok közül. A Sátoraljaújhely történetével és természeti értékeivel kapcsolatos munkák elbírálása Hegyesi Gábor, még a város történelmi időszakai témakörében beérkező dolgozatok elbírálása Olá Tamás vezetésével fog történni. A pályázat úgy lett kiírva, meghirdetve, hogy három fő témaköre volt. Az egyik, amelyikben én részt veszek, ez a természethez, a természeti környezethez kapcsolódó terület. Ezeket rám bízták, illetve hát még egy kisebb csapatra, akik ezeket a beérkezett dolgozatokat zsűrizik, és ezek után a legjobbakat meghívjuk egy központi beszámolóra, ahol személyesen is előadhatják a észrevételéket. A dolgozatok értékelése után a legjobb munkák tulajdonosait értesíteni fogják a prezentációval kapcsolatban. Mi nyitottan elolvassuk ezeket a nagyon-nagyon különböző témákat, amiket írtak, és hát aztán megpróbáljuk egységes szintre hozni. Hát ezért van ez a több szakértő, több forduló, mondjuk így, ahol minél inkább az gondoljuk, hogy az nyerjen, aki a legjobbat alkotta.